Eszter az intenzív felkészülést a januári hónapban kezdte meg, ami nagyon sok erőfeszítéssel és munkával járt. Esztert a jelen megmérettetéshez Makatics Péter és Nagy Roland készítette fel. Az évei során pedig Fehérvári Róbertnek és Fehérvári Leventének lehet hálás. 4 éves koromban kezdtem az úszást, de szerintem versenyszerűen 7 éves koromban kezdtem el. Kiskoromban több sportot is úsztam, viszont az úszás jobban megfogott engem, és így megszerettem a vízzel való sportolást. Januártól márciusig alapoztunk, ja, a technikákkal javítottunk, kezdtünk egy kicsit rámenni az állóképességre is, viszont így tavasz, júniusig voltak inkább az állóképességig, ilyenkor hosszabb kilométereket úszunk, hát igazából az erőnket próbáljuk még növelni, és akkor júliusban kezdtünk el gyorsítani. Akkor már kicsit visszavettünk a kilométer számokból, és rámentünk mindenki az egyéni versenyszámaira, úszásnemeire. A 13 évesekben és gyermek országos bajnokság volt. Ez a 2010-ben született lányok és 2011-ben született lányok és fiúk verseny igazából, de én csak a 11-es korosztályban úsztam. Igazából az erősségem az a hát és a pillangóúszás, így a fő számaim, leginkább a 100 méter és az 50 méter, tehát inkább így a sprint. Viszont a vegyes úszás is jól ment, azon is lett egy ezüstérmem 200 méter vegyes úszáson az országos bajnokságon. Hát a gyorsa megy rosszul, abba is ugye váltóba 7-ek lettünk, és a mell az egy gyengeségem, viszont majd azon is kell javítani, nyilván a vegyes is kell, viszont egyébként nem is szoktam nagyon rajta indulni, és az országos bajnokságon bajnok lettem 100 méter hátan és 100 méter pillangón. Nagyon örültem neki, és kicsit is sokba is voltam, mivel nagyon így egymás hegyén hátán is vagyunk ugye a sprint számokban, tehát tizedek, százak is tudnak dönteni, és ugye nagyon sok tehetséges fiatal úszó van, már ebbe a korosztályba is, és hát mondjuk 100 méter háton 3 is esélyesek lettünk volna a bajnoki címre, és nagyon örültem, mivel ahogyan így úszok közben, így nagyjából lehet látni, hogy hogyan csapkodnak a többiek, és hát a végére már nyilván nagyon is elfáradtunk, és amikor így beértem, felnéztem a táblára, ami ott ki van írva az eredmények, és láttam, hogy ki van egy kis egyes írva a nevem mellé, és nagyon megörültem neki. Az úszócsapatot Eszterrel egykorú 12 fiatal elősíti. Döntőbe a 4x100 méteres lány gyorsváltó került, és egyénileg egyéni csúcsokat úsztak, de döntőket is megközelítették, viszont nem kerültek be. Mint minden tevékenység, ebben az ágazatban is fontos a közösség és az, hogy az ember szeresse, amit csinál. A közösség is nagyon jó, de nagyon szeretem magát a sportot is, mert hogy ez sokkal másabb, mint mondjuk kint futni a szárazföldön, és ez egy ilyen felemelő érzés is számomra, és meg is vagyok nyugodva benne. Viszont az a jó érzés is, hogy amikor kiszállok a vízbe, és elfáradtam azért edzésen, de jól is éreztem magamat, és hát, hogy az eredményeim is segítenek ebben, hogy még jobban küzdjek irántuk, és hát ugye a közösség az még jobban rátesz, hogy még megszeressem. Nem szeretek korán felkelni, és a hajnali edzések azok nem a kedvenceim, viszont ez is kell hozzá, viszont azokat is elvezem, de a koránkelést azt nem szeretem benne. Szülei támogatása is kellett a bajnoki címhez. Igazából ők hoznak le minden edzésre, versenyre is ott vannak, támogatnak, ott vannak mellettem. Eszter jövőbeni tervéről mesélt nagy lelkesedéssel. Még egy ideig Dombóváron szeretném folytatni, és szeretnék eljutni válogatott versenyekre is, esetleg külföldre, és majd rövid távon gondolkodok eddig, de majd hosszú távra hogyan telnek az évek. Hát igazából most a következő nagy verseny majd a rövid pályás országos bajnokság lesz, amit december-november körül szoktak megtartani, és utána pedig a ciklusáró, az az utolsó verseny, ahol még a ranglistán feljebb lehet kerülni, és utána pedig megint kezdődik így ugyanúgy az országos bajnokságra készülés. Lelkes, kitartó, elszánt és lelkiismeretes versenyzők sportágja az úszás, amin nagyon szép helyezéseket lehet elérni.